Híradónk végén időjárás jelentésünk következik. Megmutatjuk, mi várható a következő napokban. Összeállításunk a vmeteo.hu támogatásával jött létre. Köszöntöm a Zóna TV nézőit! Szibériai eredetű hideg légtömeg érkezik fölénk szerdán este, csütörtökre virradóra néhány centiméteres hótakaró is kialakulhat, napközben változóan fejlős lesz az ég felettünk erős északnyugati szélfúj, amit időnként viharos széllökések kísérnek, a hőmérséklet maximuma már csak mínusz 5 fok körül lesz, ami a szeles időben sokkal hidegebbnek érezhetünk. Pénteken napos és felhősebb időszakok váltakoznak csapadék nélkül, élénkolykor erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a hajnali mínusz 9 fokot követően mínusz 4 fok körül ígérkezik. A hétvégén is folytatódik a hideg idő, több órás napsütéssel, élénk széllel, csapadék nélkül. Az éjszakák hidegek maradnak, mínusz 10 fok közelében várhatóak a minimumok, napközben kissé enged szorításából a fagy. Jelentős változást a folytatás sem tartogat, hideg téli időre készülhetünk, említésre méltó csapadék és jelentős enyhülés nélkül.